Családbarát munkahelyek Miskolcon, állásbőrze nem csak munkavállalóknak. Világháborús emlékhelyek újultak meg, négy temetőben 3500 katona sírjánál méltó megemlékezés. Időutazás egy letűnt korszakban, a vasgyár története és fénykora elevenedett meg. 2018. november 5-e hétfő van. 18 órakor ez a Miskolc ma. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek. Válts családbarát munkahelyre. Ezzel a címmel először rendeznek állásbőrzét szerdán Miskolcon. Felhívni a figyelmet a rugalmas munkaidős foglalkoztatás lehetőségeire, és javítani a családos emberek munkaerőpiaci helyzetén. Ez a célja a Női Erőforrás Család és Karrierpont programjának, ahol 23 cég kínál majd állást a családosoknak. Hegedűsné Frigyik Mónika két éve dolgozik ennél a miskolci cégnél. Azt mondja, munkáltatójától két gyermeke ellátásához minden segítséget megkap. Ez azt jelenti, hogy elengedik még akkor is, ha hirtelen megbetegszik valamelyikük. Nagyon fontos, hogy részmunkaidőben dolgozom, 9 órakor kezdődik a munkaidő. Ez azt jelenti egyébként, hogy el tudom a gyerekeket vinni nyugodtan iskolába, óvodába, majd ugye mivel 3 órakor vége a munkaidőmnek, ezért el is tudok értük menni, el tudunk menni edzésre. Ez a munkahely, amivel csak tudja, támogatja a munkavállalókat. Még egy játszósarkot is kialakítottak az irodában, ahol a dolgozók gyermekei felnőtt gondozó felügyelete mellett lehetnek. A cég üzleti érdeke is, hogy kiváló teljesítmény nyújtó, nyugodt, kiegyensúlyozott dolgozók segítsék a vállalkozást, mondták a sajtótájékoztatón. 250 munkavállalóval dolgozunk, amelyből 70%-ban női munkavállalókról van szó, és nagyon sok esetben kismamákról, kisgyermekes anyukákról, és nyilván nekik a legfontosabb a gyermek, mint mindannyiunknak, akik családosok, így megpróbáljuk őket támogatni abban, hogy ne kelljen azon stresszelniük, hogy mikor mi történik a gyerekkel, ki tud értük elmenni, óvodába, iskolába, ha úgy van, akkor el is tudják vinni. Ennek kapcsán ugye rugalmas munkaidőbeosztással foglalkoztatjuk a kismamákat. A Válts Családbarát Munkahelyre elnevezésű állásbőrzén 23 cég kínál majd állást, a bőrzével párhuzamosan zajló munkakonferencián pedig a résztvevőkkel osztják meg tapasztalataikat a munkáltatók. Ugyanúgy a feladatot el tudja látni egy kisgyermekes anyuka is, mint egy olyan ember, akinek egyáltalán nincsen gyermeke. Ne legyünk kisebbségben mi kisgyermekes anyukák, vagy gyermekes anyukák a munkaerőpiacon, és ezt a tabut szeretnénk itt a helyi térségben is ledönteni. Ami Nyugat-Európában, Budapesten, a Dunántúlon már kiválóan működik, azt most itt szeretnénk elindítani egy úttörő munkával. A cél az atipikus foglalkoztatás népszerűsítése, vagyis hogy rugalmas munkaidőbeosztás mellett dolgozhassanak a munkavállalók. Az állásbőrzét november 7-én szerdán 10 és 15 óra között rendezik meg a Tudomány és Technika házában. Az 56-os forradalom és szabadságharc hősi halottairól soha nem szabad megfeledkezni. Hangzott el Olá Miklós emléktáblájának koszorúzásán november 4-én. A Nemzeti Gyásznapon Miskolcon a hősökre emlékeztek, azokra a bátrakra, akik harcoltak a szabadságért. A szabadságharc és forradalom leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának napján azok előtt hajtottak fejet, akik életüket adták a magyar nép szabadságáért. Jánosik Zsuzsanna családjában több olyan ember is van, aki a forradalom idején halt hősi halált. Ők Miskolcon és Budapesten vettek részt a forradalmi megmozdulásokban. Fontosnak tartom, hogy hőseinkről megemlékezzünk, illetve a magyar történelemben ugye egy olyan időpontra, egy olyan korszakra próbálunk meg visszaemlékezni, ami elég sötét és elég fekete a magyarság életében. A hősök temetője mellett a mindössze 21 évesen mártír halált halt Olá Miklós emléktáblájánál is lerúgták kegyeletüket a résztvevők. Ugyan a magyar forradalmat november 4-én leverték, de a szabadság iránti vágy, a magyarság elnyomás elleni küzdelmének eszméje tovább él. Úgy kötelességünk 56-ról minden évben, akárhány év telik el, megemlékezni, és november 4-éről is, amikor sajnos elbukott a forradalom, de tulajdonképpen nem bukott el. Nekem az a véleményem, hogy az 56-os forradalmunk hozta meg azt a lehetőséget, ami 1989-90-ben kiteljesedett, és amelyre a rendszerváltoztatást meg tudtuk oldani és meg tudtuk valósítani. A Nemzeti Gyásznapot Miskolcon ökumenikus istentisztelet zárta a Deszka templomban.
Négy temetőben mintegy 3500 katona sírját, 5 emlékművet, kapukat, sétányokat rakott rendbe a város, abból a csaknem 220 millió forintból, amit a Honvédelmi Minisztérium pályázatán nyert el tavaly. A program célja az volt, hogy az ország a sírkertjeiben méltó módon lehessen megemlékezni az első világháborúban elesett hősökről. Egy szál virág és égő mécses az első világháborúban elhunyt fiatal olasz katona emlékhelyénél. Hozzátartozói az egyik közösségi oldalon levélben kértek segítséget, mert nem tudták, hol helyezték örök nyugalomra. Domenico Bari egy olasz 23 év körüli fiatalember volt, itt halt meg Miskolcon a kórházba, és ide temették a hősök temetőjébe. És annak alapján, a levél alapján indultam én felfedezni, és sikerült szerencsére megtalálni. A hősök temetőjében csaknem 5000 katona végső nyughelye található. Ez az egyik olyan sírkert, amit rendbe rakott a város. Ezen kívül a szalagtemetőt, a vasgyári temetőt és a kolera temetőt is felújították. 2016-ban pályázott a város a Honvédelmi Minisztériumnál katona sírkertek felújítására. 17-ben nyert el több mint 200 millió forintot, amelyhez 500 ezer forint önrészt tett hozzá, és ebből mára mintegy 3500 katona sír újult meg. A sírokon kívül 5 emlékművet rekonstruáltak. Rendbe tették a temetők területét, kapukat és sétányokat újítottak fel, hogy méltó körülmények között nyugodjanak az első világháború hősi halottai. Új fedett ravatalozót kapott a Szent Anna temető. A nyár folyamán elkészült épület oldalfalaiba új urnafülkék is kerültek. A temető kápolnájában minden évben szentmisét tartanak halottak napján az elhunytakra emlékezve. Az idei alkalmon is imádkoztak a résztvevők minden elhunytért, különösen azokért, akik a Szent Anna temetőben nyugszanak. A szentmisét követően megszentelték az új ravatalozót. Emléktáblát avattak és egyperces néma gyásszal emlékeztek Miskolcon a roma emberek elleni gyilkosság sorozat áldozataira. Az elkövetők előre kitervelten 9 helyszínen hajtottak végre fegyveres támadásokat, amelyben összesen 6-an vesztették életüket. Az első halálos áldozattal végződő támadás Nagycsécsen volt 2008 novemberében, ott 2 haltak meg. A gyilkosok azóta börtönben vannak, 3 tényleges életfogytiglani büntetésüket töltik, egyiküket pedig 13 év fegyházra ítélte a bíróság. A cigányság életében 10 évvel ezelőtt félelem uralkodott, mert nem tudtuk, hogy ki lesz a következő, mondta beszédében Farkas Félix, roma nemzetiségi parlamenti szószóló. Közös felelősségünk, hogy emlékeztessünk. Erről a miskolci roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Váradi Gábor beszélt a megemlékezésen. Összetartónak kell lennünk, mert az együttemlékezés közelebb hoz bennünket, romákat és nem romákat, különböző politikai és vallási felekezettel rendelkező embereket. Ma mind azért vagyunk itt, hogy közösen emlékezzünk meg az áldozatokról. Amikor még fújt a gyár. Egy letűnt időszakba utazhattak az érdeklődők hétvégén. A vasgyár történetét fénykorán bemutató kiállítás mellett a vasgyári hangulatot testközelből is átélhették a program résztvevői. A buszos szafari a gyár elhagyott, mégis sokat mesélő épületei között vezetett. Tavaszias napsütéses időben sétálhattak egy különleges helyen a miskolciak a hétvégén. A vasgyár elhagyatott, de máig kultikus épületei között vezetett a túra. A vasgyári szafari hol buszon, hol gyalog vezette végig az érdeklődőket a helytörténeti múltban. Igen, vegyesek az élmények. Én pontosan 19 évvel ezelőtt ebben a csarnokban dolgoztam egy fél évig. Pontosan 19 évvel ezelőtt. És most hát csak elvadult növényzet van, meg lom, meg hulladék. Volt, aki tehát nosztalgiából indult útnak a vasgyári szafarival, de voltak olyanok is, akik először jártak az egykori gyár területén. Szakavatott idegenvezetése minden érdekességet megtudhattak a régi épületekről. 36 méterre a lövegcsöveket, tehát az ágyúcsöveket függőlegesen kellett edzeni, ugye, hogy elnapájuljon. Így a kemence is a földbe volt függőleges tartállyal, a hűtőfolyadék, az olaj és a víz is. Hát voltak a kamrás kemencék is, mert közben azokat is üzemeltették, de főleg arra épült.
A Vasgyári Szafari program az, amikor még fújt a gyár című, nemrég megnyílt kiállítás kísérő rendezvénye volt. A tárlat a Helyman Otto Múzeum papszeri épületében mesél arról, milyen volt akkor, amikor még fújt a gyár. A kis makettgépek megmutatták, hogyan működtek a szerkezetek, de a gyár jelentőségéről is hallhattak az érdeklődők. Ez az acélmű már 1980-as évek elejétől tudott szállítani nyugati járműiparba acélt. A Mercedesnek, a Volvónak, az MAN-nak, a Scania-nak, de a BMW-nek, az automata sebességváltójának a fogaskerék acélját is itt Józsefbe gyártották. Ezentúl síneket, löveget és meg annyi terméket állítottak elő. A gyár fénykorában 130 hektáron 19 ezer ember dolgozott. Egy igazi kolónia alakult ki, 30 ezeren lakták. Egy kisváros Miskolcon. Talán nincs olyan dolog, amit ne lehetett volna megtalálni a hónap első vasárnapján Miskolcon. A hagyományos régiségvásár ezúttal is több ezer embert vonzott a belvárosba. Festmények, csecsebecsék, játékok, könyvek, különlegességek és kézműves termékek. Egyre nagyobb területen lehet válogatni a régiségek között. Különleges, impresszionista festmények, fából készült termékek, retrótáblák, ékszerek. Többek között ilyen termékek várták a belvárosban a hétvégén a miskolciakat. Választék volt bőséggel, sokan most találtak rá a régóta vágyott darabra. Egy lemezlejátszó, rengeteg lemezünk van, illetve több ismerősünk is kereste, szóval ez egy jó találat volt. A lemezjátszó mellett lemezeket is lehetett találni, de meg annyi könyv is várta a vásározókat. A régiségek mellett retro újdonságok is voltak, igazi kézműves remekek. Fekete Zoltán szerint nem a régiségvásáron kerül a legtöbb áruja, de sosem hagyná ki. Itt ennek egy feelingje van. Tehát ide ezért érdemes jönni, mert ismeretlen emberekkel, nem csak ismerősökkel beszélgetések alakulnak ki. Úgyhogy ebbe nem hiszik el, amikor azt mondom, aki megvesz egy ládát, vigye haza, nyissa ki, és a szeretetem fog belőle kijönni. És ha nem, hívjanak fel. Még nem hívtak fel. A régiségvásár már hagyományosan a hónap első vasárnapján csábítja a miskolciakat a belvárosba. A portékák hatalmas választéka mellett egy közösségi esemény is lett a vásár. Itt nosztalgiázhatnak és új barátságokat köthetnek az emberek. Újabb vereséggel zárt a bajnoki mérkőzését a DVTK. A pirosfehérek a 13. fordulóban a Puskás Akadémia otthonában léptek pályára, idegenben is mezőfölény kialakítva, de a kapura kevés veszélyt jelentve. A hazaiak a 78. percben vezették első veszélyes akciójukat, így igaz, abból gólt is szereztek, és végül egy pontrúgásnak köszönhetően nyerni tudtak. Megerősített középpályával kezdte a bajnokit a DVTK, és a mieink is jegyezték az első lövést is. Juhár jóvoltából az első 15 perc végén, mely során a diógyőri szurkolók voltak a legaktívabbak talán. Az első komoly gólszerzési lehetőség aztán az 53. percben a pirosfehérek előtt adódott. Szabó remek indításával Tajti lépett ki, de egy gondolattal gyorsabb volt a védő és blokkolni tudott. Élénkebb volt ellenfelénél, többet birtokolta a labdát a DVTK, ám ennek ellenére első helyzetét követő szögletből gólt ért el a Puskás Akadémia, a hosszú oldalra csúsztatott labdát Arabuli küldte a hálóba. Kis túlzással, szinte azonnal, egy tetszetős Tomás-Bacsa-Tajti összjáték után egyenlített a DVTK, utóbbi játékos szép mozdulattal lőtt a hálóba. 1-1. A döntetlenbe hajló bajnokit aztán egy remekül eltalált szabadrúgás döntötte el, a 87. percben a térfél közepéről Hegedűs lőtt hatalmas gólt, eldöntve ezzel a 3 pont sorsát. Puskás Akadémia, DVTK 2-1. In my opinion now... Érzésem szerint ez a játékrendszer a megerősített középpályával felálló kezdő 11 fekszik nekünk a legjobban, ennek a játékos keretnek ez a legmegfelelőbb. Mindig az a cél, hogy dominánsak legyünk a pálya ezen területén, itt a középpályán kell létszámfölényt kialakítani. Márkvárt, Hassani, Szabó Bence, Mazalovics, Tóth Barna adja erre az alapot. Itt javulást látok. De a profi futball lényeg az eredményesség, így nekünk a pálya utolsó 30 méterén kell javulnunk, fejlődnünk a leginkább. Fernando Fernández. A vezetőedzővel készült hosszabb beszélgetésünket keddi sportműsorunkban láthatják. A Puskás Akadémia DVTK labdarúgó bajnokit pedig csütörtökön 20 óra 30 perctől nézhetik meg a Miskolc televízióban.
Bronzéremmel zárta a Győrben rendezett U23-as Európa-bajnokságot Gercsák Szabina. A DBTK Miskolci Judo Klub 70 kg-os kategóriában szereplő versenyzője ippont győzelemmel kezdett utolsó korosztályos versenyén, majd egy rendkívül furcsa szituációban következő mérkőzésén vereséget szenvedett. A Vigaszágon aztán nem talált legyőzőre a miskolci versenyző, és végül svájci ellenfelét legyőzve állhatott a dobogó harmadik fokára. A másik miskolci induló az MVSC versenyzője Tóta Por, a 90 kg-osok között helyezetlenül zárta a küzdelmeket. Az idegenbeli Európa Kupa siker után a bajnokságban is bravúr győzelemmel folytatta szereplését a DVTK női kosárlabda csapata. A Győr otthonában egy utolsó pillanatig izgalmas mérkőzésen 79-74-re győzni tudó Diós Győr sikerének kulcsaként Cicás László vezetőedző a csapat akaratát, mentális felkészültségét emelte ki. A vasárnap este a Győr otthonában rendezett bajnokit a hazaiak kezdték jobban, meg is nyerték az első negyedet, de a folytatásban már a nagy akarattal küzdő DVTK dominálta a történéseket. A piros-fehérek ennek okán pedig 10 pontos előnyre tettek szert a találkozó nagyszünetéhez érve. A főleg védekezésben váltani tudó győri csapat percei következtek ezek után, de még ez is csak hátrányuk csökkentéséhez volt elegendő, 4 pontos miskolci előnnyel kezdődhetett így a negyedik negyed. A DVTK csapatként is jól teljesítve tartani tudta előnyét a találkozó ezen szakaszában, és rendkívül értékes győzelmet ért el közvetlen riválisa otthonában. A női kosárlabda élvonal 6. fordulójában Győr, aluimben DVTK 74-79. A miskolci lányok szerdán már újra idegenben, az Európa Kupa 3. fordulójában Olaszországban lépnek pályára. Családbarát munkahelyek Miskolcon, állásbörze nem csak munkavállalóknak. Világháborús emlékhelyek újultak meg, 4 temetőben 3500 katona sírjánál méltó megemlékezés. Időutazás egy letűnt korszakban, a vasgyár története és fénykora elevenedett meg. Ez volt a Miskolc ma. Friss információkkal kedden este 6 órakor jelentkezünk legközelebb. Addig is olvassák híreinket, nézzék újra riportjainkat online hírportálunkon a minap.hu-n. Várjuk észrevételeiket is, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Holnap is napos, kellemes, szinte tavaszias idő lesz, ami a következő napokban is megmarad. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.